Sziasztok! Nem tudom, hogy jelenleg hogy nézhetek ki képernyőn, de a kamera kijelzőjén nagyon-nagyon furán nézek ki. Éppen veszek fel egy másik videót, de arra gondoltam, hogy kettő az egyben egy kicsit, lehet, hogy három az egyben, időszűkében vagyok, nem bíráljatok. Igyekezni kell. A mai videóban, amit szeretnék nektek megmutatni, az nem más, mint a Catrice Next Gen Nudes paletta. Viszonylag régen találtam már, szerintem egy 2-3 hónapja lehet, hogy megvettem ezt a palettát, de most jöttem rá 2 nappal ezelőtt, hogy ezt még nem használtam, és ez egy csodálatosan gyönyörű paletta, nem véletlen vettem meg. Úgyhogy arra gondoltam, hogy kipróbálhatnánk és csinálhatnánk valami szexi, füstös, de mégis egy picit hétköznapi sminket, legalábbis nekem hétköznapi sminket. Aztán lehet, hogy nektek ez egy nagyon durva buli smink lesz. Nem is nagyon szeretnék többet beszélni. Vágok majd be nektek képet, hogy lássátok pontosan, de gyönyörű, gyönyörű színei vannak. Elképesztően szép. Összesen 8 darab matt és 6 darab fényesebb, csillogósabb szín van benne. Van benne 2 szín, a Bold és a Masterpiece, amikben van egy kis fehér, irizálós festék is. És nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy azok hogy nézhetnek ki. Úgyhogy villámgyorsan swatcholunk egyet a csillogós színekből, és utána kezdjük is a videót. Ó, krémes, wow, oké. Okay. Első az a Passionate. Aha, oké. Nagyon szép. Második a Vision. Ez egy gyönyörű highlighter és belső sarok plusz szemöldök csont highlight. Ez volt a Bold. Ebben volt egy kis irizáló csillám, amit nem kifejezetten látok, de ettől függetlenül gyönyörű a szín. Ez a Dramatic, gyönyörű, kicsit rózsgoldos bronz, nagyon szép. És van itt nekünk egy Masterpiece, ez a másik, amiben van egy kevés irizáló. És az utolsó színünk, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, az a Provocative. Gyönyörű! Természetesen azt azért látjátok, hogy ez a paletta kifejezetten egy rózsgoldos árnyalatra épül, amit nem mindig, de az esetek többségében egyébként nagyon-nagyon szeretek, és szerintem nagyon sok mindenkinek jól áll. Egy kicsit közelebb is hozzalak titeket. Nem szeretnék egyébként semmi extra sminket csinálni, csak szeretném kipróbálni a színeket, megnézni, hogy mi hogy működik, semmi caprice, semmi nagyon durva extrémség, egy teljesen egyszerű kis füstös szemet fogunk csinálni, amihez az első szín, amit használni fogunk, az a Basic, és ezt természetesen a belső sarokba fogom felütögetni, ami nem működik túl jól szintetikus ecsettel. Mindjárt megnézzük, hogy az ecset-e a probléma. Határozottan igen. Elég kemény egyébként maga a púder. Következő lépésként a Beautyból fogok felvenni egy keveset, ami egy májvás árnyalat, és úgy néz ki, hogy a mai sminkünk az egy kicsit hidegebb árnyalatú lesz. Szóval, csak hogy tisztázzuk, mert biztosan nem vagytok vakok és észreveszitek, itt vannak rajtam a tépek, amiket aliról rendeltem, instant arcfelvarrás tapaszok. Van róluk egy videóm, úgyhogy ha nem láttátok meg, akkor itt csekkoljátok le, de most veszem fel ezt a videót is, úgyhogy ha véletlen nem láttátok volna és érdekelne titeket, hogy mi a fene van az arcomon, ezek a tapaszok, és habár szerintem erősen kell koncentrálni, hogy lássátok, legalábbis én most így érzem. Szerettem volna mondani, hogy nehogy azt higgyétek, hogy valami nem tudom mi van.
Oké, és akkor az első benyomás a palettáról, az első két szín alapján. Viszonylag szépen pigmentáltak a színek, de nem túlságosan, tehát nagyon nagy hibát nem tudsz véteni vele. Ami azt jelenti, hogy ha egy kicsit többet vittél fel, vagy nem oda vitted fel, hova kell, ha egy picit tovább satírozol, szinte el tudod tüntetni a színt, és ki tudod javítani a hibádat. Ami szerintem egy kezdő palettának teljesen jó, és egy nagyon hasznos tulajdonság, de mindjárt majd megnézzük a sötétebb színeket is, hogy azok hogy viselkednek. Ahogy látjátok, kicsit rádolgozva a hatásra próbálok egy cicásabb szemet sminkelni magamnak, és csináljuk tovább a sminket, és nem sokára meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni belőle. Következő színnek arra gondoltam, hogy az Instinctet fogjuk kipróbálni, és mostantól egy picit barnásabb irányba visszük el a sminket. A nagyon-nagyon rózsaszíneket most kihagyjuk. De ha tetszik nektek ez a videó, akkor azokra is sor fog kerülni, és mindenképpen kipróbáljuk, mert egyébként gyönyörű-gyönyörű színek vannak ebben a palettában. Oké, nagyon-nagyon könnyen lehet satírozni, mondom még egyszer, fantasztikusan könnyen lehet satírozni. Gyönyörű. Következő színnek a Classic szeretném felvenni, hogy egy kicsit még sötétebbre váltsunk, és még jobban elmélyítsük itt ezt a külső sarkot. Nem teljesen sikerült tartani a lightos sminket csinálok dolgot, amit kitaláltam eredetileg, de olyan szép. Ugyanebből a Classicból, amiből tettem az előbb a külső sarokba, szeretnék ide is az alsó szempilla tövemre, de csak félig körülbelül. Nem szeretném teljesen végigvinni. Összekötöm a külső sarokkal. És amire még gondoltam, hogy az egyik fantasztikusan levágott ecsetemmel a Brave-ből fogok felvenni, és egy pici tusvonalat fogok csinálni. Ó, nagyon hullik! Nagyon-nagyon hullik! Őszintén megmondom, hogy nem emlékszem, hogy mennyi volt ez a paletta, viszont ide fogom nektek vágni, hogy lássátok, de szinte biztos vagyok benne, hogy nagyon megérte. Nagyon tetszik! Tegyünk egy nagyon picit a Dramaticból, így ide középre. Kicsit melegebb színnek. És tegyünk a Visionből egy kicsit ide bentebb, hogy legyen egy kis pap benne. Jó, csini! Ez nagyon szép! És a Visionből természetesen ez nem maradhat el. Szeretnék tenni a belső sarokba is. A Catrice-nek nagyon-nagyon szeretem a highlightereit. És ez is nagyon szép. Igaz, hogy ez nem egy highlighter, de nagyon-nagyon szépen csillog. Nyilván újjal felvíve sokkal-sokkal erőteljesebb és szebb, mint ecsettel. Csak egy lehelletnyit, és fejezzük be ennek a tusvonalnak a végét. Oh, wow! Egyformák lettek. Isteni csoda.
Ha valaki lemaradt volna róla, amíg húzom a kis púderes tusvonalmat, addig elmondanám nektek. Azt hiszem, hogy egy vlogba beletettem, de lehet, hogy nem ment még ki, és az is lehet, hogy végül is nem tettem bele. De nagyon-nagyon szeretem az extra vékony ecseteket. Kifejezetten imádom az ilyen felde végű ecseteket, viszont nagyon szeretem, hogyha vékonyak, a vékonynál is vékonyabbak. Úgyhogy azt szoktam csinálni, hogyha túl vastag, akkor úgyse használom, mert a kedvenc szemöldök ecsetem megvan. Másra pedig nem fogom használni, mert egyszerűen nem szeretem az ilyen fajta ecseteket, ha vastagok. És azt szoktam csinálni, hogy egész egyszerűen a széleiből elkezdek levágni, és elvékonyítom annyira, amennyire szeretném, hogy vékonyak legyenek. És úgy használom őket, sima, vékony ollóval el tudjátok vágni. Szépen levagdossátok pont addig, amilyen vékonyra szeretnétek. És tökéletesen tudjátok használni konkrétan bármire, de tényleg. Kész a tús! Csini! Gyorsan feldobom a szempillaspirált, utána megmutatom, hogy hogy néz ki, utána meg feldobunk egy pillát is, és mutatom az elkészült lookot. Így néz ki a szemem csak a saját szempillámmal kispirálozva. Feltettem közben egy rúst is, ami az Inglotnak a Kiss Catcher, itt van, Dusty Pink árnyalata, gyönyörű, fantasztikus rúzs. Most kaptam őket egyébként az Inglottól, szerintem egy hetek körülbelül. Nem tudtam még minden színt kipróbálni, viszont a nudokat azt már végigpróbáltam, és ez a kedvencem, ez a Dusty Pink gyönyörű árnyalat. És nagyon krémes, nem száradt tőle a szám, úgyhogy szerintem egy új kedvencet üdvözölhetünk a csatornán. Nagyon tetszik a sminkem. Őszintén megmondom, hogy több mint elégedett vagyok ezzel a palettával. Gyönyörű lett a tusvonalam, és nagyon könnyen el tudtam dolgozni az összes színt. Úgyhogy, ahogy mondtam már nektek, nem extrán pigmentált, tehát nagyon-nagyon kezdő, kompatibilis és kezdőbarát. Ezzel szemben viszont gyönyörű színek vannak benne, rengeteg fajta sminket tudtok vele csinálni. Így néz ki ez a kis Catrice smink. Több mint elégedett vagyok a palettával, őszintén megmondom, hogyha nektek is megvan, akkor azt írjátok meg nekem kommentrészlegbe, ha csináltatok már vele sminket, akkor azt tegyétek ki sztoriba és teggeljetek meg. Tovább fogom osztani, imádom, amikor megtegeltek sminkekben, vagy bármiben, amihez egy kicsi közöm is lehet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok nekem egy hatalmas lájkot, hogyha nem, akkor diszlájkoljátok, szabad világban élünk. De még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!